Felkérném első előadónkat, Gyurkó Szilviát az UNICEF képviseletében, tartsa meg az előadását. Egy szóval szeretném indokolni, hogy miért hívtuk el Szilvit. Előfordult már, hogy vita alakult ki az egészségügyben, ahol én voltam az egyik fél, és nem nagyon tudtunk egymáson fogást találni bizonyos kérdésekben, és amikor arra hivatkoztam, hogy de hiszen a protokollban is ez szerepel, akkor ilyen érdeklődők tekinteteket láttam. Ebből arra gondoltam, hogy vagy nem ismerik az egészségügyi dolgozók, legalábbis egy részük a mai érvényes protokollokat, vagy nem tartják fontosnak. Most Szilvia elmondja nekünk, miért fontos és mit ér a protokoll. Köszönöm szépen. Háromszor írtam át ezt a prezentációt, amit ma ide hoztam. Mire tegnap végül úgy döntöttem délután, hogy eltérek az eredeti gondolatoktól, hiszen én magam is azt szerettem volna hosszú tömötsorokban felvázolni, hogy milyen protokollok vannak anyateljes táplálásra, anya-gyerek kapcsolatra az első időszakban, és a többi. Aztán azt gondoltam, hogy egy személyes történetet hozok ide, mert belecsúsztam abba a csapdába, hogy elfelejtettem, hogy ez egy más szakmának a konferenciája, és ugye én jogászként általában más irányú szerepléseket vállalok, ahol nem nagyon szoktak személyes történetek előjönni, úgyhogy most annyira ez nem fog az újdonság erejével hatni, de egy személyes történettel kell kezdenem. Amikor én terhes voltam, és a babámat vártam, vagy hát készültem arra, hogy meg fogom szülni a kislányomat, akkor nagyon komoly protokollt állítottam össze saját magamnak. Eldöntöttük a kislány apukájával, hogy hogy szeretnénk őt megszülni így együtt, hogy ne legyen külső beavatkozás, hagyjanak minket békén, ne nyúljanak, szúrjanak, húzzanak, vonjanak minket, hanem nem otthon, hanem egy kórházban, de hogy így békében. Szerződést kötöttünk a szülésznővel, az orvossal, tehát egy papírlapot leírtunk, hogy mi mit szeretnénk. Ezt aláírattuk vele, majd március 15-e hajnalán, amikor behaladtam a kórházba, akkor körülbelül 5 perc alatt az összes protokollunkat megszegtük, és már semmi sem úgy volt, ahogy zajlani kellett. Az ember bekerült egy intézménybe, ahol történtek vele a dolgok. Egyik pillanatról a másikra én a nagyon tudatos, felkészült, és hát azt gondolom, hogy jó érdekérvényesítő képessége rendelkező szülő, egy másodperc alatt belecsúsztam abba a helyzetbe, hogy tárgyává váltam ennek az egész gyógyító folyamatnak, amit tulajdonképpen egy kisbaba életre hozása jelentett. És amikor ezt magamban elképzeltem, hogy én magam, aki a saját protokollomat nem tudtam követni, vagy hogyan várhatjuk el azt, hogy azok, akik kívülről mások által megfogalmazott protokollokat kapnak maguk elé, azt követni tudják, és azt megfelelően tudják végrehajtani. Mert hogy én még csak nem is azt gondolom, amit a Judit, hogy sokan nem ismerik a protokollokat, hanem azt gondolom, hogy sokan tudják és ismerik a protokollokat, csak éppen nagyon nehéz azokat követni, éppen nagyon nehéz abból kihámozni azt, hogy a mi mindennapi életünkben mi ez, ami működik. A gondolati lépcsőnek a következő pontja az, hogy ha ennyire nehéz a protokollokat a maguk írásában követni, akkor mi az, ami működik? Tehát, hogy hogyan tudom rávenni azokat a szakembereket, akik dolgoznak egy egészségügyi intézményben például, hogy kövessék ezeket a protokollokat. És a Danyeg Lézer néhány évvel ezelőtt Varsóban tartott egy nagy konferenciát, ahol a következő ábrát vetítette fel. San Diego-ban csináltak egy hosszú, 20 éven keresztül tartó longitudinális kutatást arról, hogy a szakembereket, a gyerekvédelmi szakembereket hogyan lehet megváltoztatni a működésükben, hogyan lehet a jó előremutató protokollokat, mint például a gyerek legfőbb érdekének szem előtt tartása, belevinni a mindennapi életbe. Megnézték, hogy működnek a konferenciák. A konferenciákon átadott tudásanyag az mennyire megy át a mindennapokba, és azt látták, hogy az bizony egy nagy kövér nulla, mert hogy egy konferencián hallottak, azok nem képesek befolyásolni a mindennapi gyakorlatot. Utána megnézték, hogy mi a helyzet akkor, hogyha tréningelünk, mi a helyzet akkor, hogyha 15 embert több napon keresztül interaktívan bevonva a saját élménnyel, ahogy ez a nagykönyvben meg van írva, képzünk. És amikor után követtek, és megnézték, hogy a tréningen kiképződött szakembereknek a munkáját mennyire befolyásolta az, amit ott elsajátottatok, akkor azt látták, hogy ez legjobb esetben is 9%-ában jelent meg a mindennapi munkában, az azért még mindig nem egy túl hatékony dolog. Gondolkodtak, hogy mit lehetne csinálni,
És aztán a harmadik megoldási mód az az volt, hogy akkor mentoráljunk, építsünk ki egy mentori hálózatot, legyen szupervízió, legyenek olyan segítő szakemberek, akiket bármikor fel lehet hívni, akiket bármikor meg lehet keresni, akikhez oda lehet fordulni, akik jelen vannak, akik hétről hétre, hónapról hónapra átnézik az eseteket, átnézik az ügyeket a szakemberrel, aki a terepen dolgozik, és segítik őt abban, hogy visszamenőleg lássa, hogy hol mit vétett, vagy mit kellett volna, vagy lehetett volna másképp csinálni, és a jövőben ez megváltozzon. És akkor látták azt, hogy na ez az a működés, ami 30%-ban, tehát hogy szignifikánsan nagyobb hatékonysággal képes befolyásolni a mindennapi gyakorlatot. Szükség van tehát protokollokra, azt jól látjuk, viszont hogy a protokollok mennyire mennek át a mindennapi gyakorlatba, ahhoz bizony elengedhetetlen ez a fajta, hát pénzparipa fegyver nélkül nagyon nehezen megvalósítható mentori, szupervíziós, támogató hálózat, ami azt biztosítja, hogyha én szakemberként bajban vagyok, akkor egy másik szakembert egy telefonnal, egy e-mailvel, vagy személyesen meg tudok keresni, és tanácsot tudok kérni. Na ez az, ami Magyarországon egyáltalán nem működik. El tudom mondani a protokollokat, el tudom mondani, hogy mi az, amit követni kéne, azt is meg tudom mondani, hogy ezt hol tudjátok elolvasni, azt is meg tudom mondani, hogy ez miért jó, meg miért hasznos, és ti is pontosan tudjátok a fejetekben, meg a gyomrotokban, meg a zsírgerejtekben, meg mindenhol, de hogyha épp adott esetben ott vagyok, és szemben áll velem egy gyerek, vagy egy család, és látom azt a problémát, akkor hogy fogok eljárni? Na ebben a munkában csak azt tudna segíteni, hogyha szakember-szakember vonalak lennének, hogyha ez a fajta mentorálás ez jól működne. Miért nem hajítjuk ki akkor a protokollokat az ablakon? És ugye én ugye lelkes harcosként és ilyen gerilla üzletágban érdekelt gyerekvédőként azért időről időre fölhorgat bennem a düh, hogy hát akkor hajítsuk ki ezt az egészet a francba, mert hogy senki sem használja, senki sem követi, ennyi erővel akár le is húzhatjuk a klotyón. És amikor erre gondolok, akkor mindig az jut eszembe, hogy ugye a másik nagy terület, amivel mi nagyon sokat foglalkozunk, az a gyerekbántalmazás. És hogy a gyerekbántalmazás ügyekben az egy nagyon komoly frusztrációs forrás, hogy 2005. január 1-e óta zéró tolerancia van ugyan Magyarországon, és nem lehet gyereket venni. Ugye 2005. január 1-e előtt akként szólt a gyerekvédelmi törvény jogszabálya, vagy sora, hogy nem lehet kínzó, megalázó bánásmódnak hitenni egy gyereket, de 2004. decemberében, utolsó napján a parlament elfogadott egy módosítást, és 14. országként a világ országainak sorában Magyarország zéró toleranciát hirdetett, gyereket venni nem lehet Magyarországon. Ehhez képest tudjuk, látjuk az adatokat, ismerjük a társadalomtudományi kutatásokat, többé-kevésbé friss empíriánk van arról, hogy a szülők kétharmada azt gondolja, hogy ez rendben van, hogyha megüti a gyerekét, hogy a felnőtteknek több mint a fele azt gondolja, hogy egy gyereket belefér, hogyha megütnek. Mi több a gyerekeknek is, egynegyedük, 25%-uk gondolja azt, hogy a szülő megverheti őket akár úgy is, hogy annak nyoma marad, kék-zöld folt vagy véraláfutás. Ez a saját kutatási eredményünk. Mit lehet akkor ebben tenni? Tehát, hogy itt van egy jogszabály, ami pontosan leírja, hogy kéne kidézni ennek a világnak, és itt van a realitás, itt van a valóság, ami működik, és valahol a protokoll, az írott malaszt és a gyakorlat között van egy hihetetlenül mély szakadék, mit tudunk tenni. Azon túl, hogy ez persze frusztráló, hogy valahogy közelebb kellene hozni ezt az egészet, az nagyon fontos, hogy minden egyes ügynél, minden egyes történetnél ebből lehet kiindulni, hogy gyereket verni nem lehet. Ezért nagyon fontosak a protokollok, ezért nagyon fontos azt tudni és látni, hogy hogyan kellene zajlani a folyamatoknak, ezt mindenkinek ismerni és mindenkinek követni, mert hogyha nem is így történik, akkor is föl lehet emelni ezt az ászlót, akkor is meg lehet mutatni azt a sarokkövet, hogy ennek már pedig így kéne zajlani, és aki nem így követi, aki nem ezt teszi, az protokollt sért, az jogszabályt sért, az nem az elvárások szerint működik. Mi a helyzet az UNICEF-fel, és akkor egy kicsit fölkötöm magamra ezt a pántlikát, és beszélnék arról, hogy az UNICEF mely területeken milyen protokollokat fogadott el. Ugye azt nem tudom, hogy mennyire tudják a jelenlévők, egy picit outsidernek, egy kicsit kívülállónak is érzem magam ebben a szakmában, de ugye az UNICEF az a 0-5 éves gyerekekkel foglalkozik kiemelten, a 0-5 éves gyerekek körében a halandóságot, a gyermekhalandóságnak az arányát próbálja megcsökkenteni. Ugye az UNICEF, amennyire találkoztak, vagy találkozhattatok vele,
már egy éve Magyarországon is kampányt folytat azért, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy naponta 19 ezer gyerek hal meg a világon olyan okok miatt, amelyek megelőzhetőek lennének. Ez az ivóvíz hiánya, az élelmezés, a táplálás hiánya, az alultápláltság, a védőoltásoknak a hiánya, és azok az okok, amik egyébként megelőzhetőek lennének, de nem így történik. A másik sokkoló adat, amit megpróbálunk minél több embernek a tudomására hozni, az az, hogy 1 millió gyerek 2012-ben meghalt ugyanazon a napon, amelyiken született, és hogy ez az arányszám 2013-ban sem fog jelentősen csökkenni, és ennek alapvetően az az oka, ennek a hihetetlen magas csecsemőhalandóságnak nagyon sok esetben, hogy elmarad az anyatejes táplálás, és hogy olyan körülmények között születnek, jönnek a világra ezek a babák, hogy nem biztosított számukra a túlélés. Ugye az UNICEF ezt az egész baba-mama kapcsolatot, ezt az egész holisztikus megközelítést, hogy persze az újszülött babára fókuszálunk, de a családját, az ő mamáját, papáját, tágabb környezetét is megpróbáljuk bevonni a fókuszba. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenetet küld, így például Gánában 2 évvel ezelőtt indult egy olyan program az alultápláltság megelőzésére, ami a mamák egészséges táplálkozására hívta fel a figyelmet, hiszen ugye 1 perc alatt oda lehet érni, hogyha a mama sem táplálkozik rendesen, és hogyha ő is súlyosan alultáplált és kiszolgáltatott, akkor hogyan fogja tudni vajon táplálni a saját csecsemőjét. Amikor az UNICEF elkezdi a kampányokat, például arról, hogy a baba és a mama maradhasson együtt a születés után, hogy például a születés utáni első órában helyezzék a mellre a babát, és próbálják meg az anyateljes táplálást segíteni ezt az egész szoktatás történetet, akkor mindig ott vannak ezek a nagy számok. Az UNICEF nagyon jól tudja használni ezeket a számokat, hogy például, hogyha a baba a születését követő első órában a mellre helyezi a mamája, akkor 22%-kal csökken annak az esélye, hogy ő megbetegszik az első 6 hónapban. Akkor ugyanúgy mennyire fontos az, hogy nem csak az első órában, ugye a másik kiemelt dátumunk ez a 6 hónap, hogy az első 6 hónapban, hogyha a babát kizárólagosan anyatejjel táplálják, akkor 53%-kal csökken az esélye arra, hogy fertőző betegséget, vagy adott esetben halálhoz is vezető súlyos betegséget szenvedjen. Tehát, hogy ami egyébként azt gondolom, hogy ebben a teremben evidencia, és nem kell hangsúlyozni, hogy milyen hihetetlenül fontos a baba számára az anyatejes táplálás, azt az UNICEF érdekes módon egészségügyi oldalról közelíti meg, és nem arról az oldalról, amit itt a felvezető néhány mondatban már hallhattunk, hogy milyen elképesztően fontos a babának az, hogy érezze az ő mamáját, az ő bőrét, és hogy ez a fajta kapcsolat, ez a kötődés, ez zökkenőmentesen vagy jól zajoljon. Azzal a gondolattal szeretném zárni ezt a bevezető előadást, hogy az én eredeti köpönyegem az a kriminológus, én egészen hosszú éveket hoztam le a kriminológia intézetben, ahol gyerekbántalmazás, gyerekkorú bűnelkövetés témával foglalkoztam, és hogy az elmúlt 5-6 évben nagyon megszaporodott azoknak a kutatásoknak a száma, amik a pszichológia és a kriminológia határterületéről jönnek, és azt nézik, hogy kik azok a gyerekek, akik súlyos büntetendő cselekményt követnek el, kik azok, akik megtámadnak idősebbeket, másokat, akik nem tudnak empátiát érezni, akik bűntudat vagy lelkiismeret furdalás nélkül a másik ellen fenekednek, vagy valamilyen súlyos cselekményt követnek el. És nagyon komoly adatok és eredmények mutatnak arra, hogy a rideg, hideg, elutasító szülői attitűd, tehát a szülő nevelési képességében az a fajta akadály, hogy ő nem tudja szeretetteljes módon nevelni a gyerekét, az az élmény, hogy valami fajta zavar van a kötődésben, közvetlenül a születés után, tehát koraszülött volt a baba, elvitték, hospitalizációs ártalmat szenvedett el, nem tudták szoptatni, kábítószerfüggő volt a mama, vagy valamilyen függőség élménye volt, vagy valamifajta abúzus bántalmazás élmény jelent meg az első időszakban, az hihetetlenül szoros kapcsolatot mutat avval, hogy a gyerek a későbbiekben bűnelkövetővé válhat. Bele se gondol az ember sokszor, hogy ugye minden mindennel összefügg, és hogy mennyire szoros kapcsolata van például annak, hogy zökkenőmentesen zajoljon az első időszak, hogy ne császármetszésre kerüljön sor, akkor is, hogyha az egyébként indokolatlan, hogy tudjon jól elkezdeni egy közös életet a baba és a mama.
Az anyateljes tápláláson kívül és a baba-mama együtttartása, az első időszakban, a születést követő időszakban, a közöttük lévő jó kapcsolat biztosításán, túlmenően az UNICEF-nek protokolljai vannak, például a HIV-AIDS fertőzött mama-baba kapcsolatban is. Ugye ez egy nagyon komoly dilemma, nálunk nem, de afrikai országokban, ahol jelentős azoknak a fiatal anyáknak az aránya, akik egyébként maguk is fertőzöttek a betegséggel, és a terhesség során a magzat is megfertőződik, vagy mi a helyzet akkor, hogyha az újszülött baba nem fertőzött meg, de nagyon magas a kockázata annak, hogy a szoptatással a baba is megfertőződik, milyen protokollt kell követni. Ezen a területen nagyon sok a bizonytalanság, de vannak olyan előremutató technikák vagy tendenciák, amik adott esetben a 21. század vívmányait is beépítve próbálnak meg segíteni. Így az UNICEF 2012. évi legsikeresebb programja ezen a területen az egy olyan kezdeményezés volt, ahol a mobiltelefonra küldték el a mamáknak SMS-ben az üzenetet a szociális munkások, hogy be kell vennie a gyógyszert, vagy hogy be kell mennie az UNICEF által fenntartott orvosi központba, vérvételre, tesztelésre, orvosi vizsgálatra. Bele se gondolnánk, de hogy Afrikában hihetetlenül sok mindenkinek van mobiltelefonja, és ez a technika, hogy a legeldugottabb faluban is rá lehet szólni a mamára, hogy vegye be a gyógyszerét, vagy rá lehet szólni arra, hogy most be kell jönni a kórházba, vagy abba az orvosi központba is vizsgálatra kellene, hogy sor kerüljön. Ezek nagyon jó technikának ként tudjuk őket, és hát igyekszünk minél szélesebb körben kiterjeszteni. És szerintem tartottam az időt. Köszönöm szépen a figyelmet, és akinek kérdése van, na abszolút maradok, és nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Most volt, igen. Tehát azt szeretném mondani csak, hogyha valaki szeretne kérdezni, akkor várja meg, hogy odaérjen a mikrofon hozzá. Segítetek? Mert hogy a hangfelvételen csak ez fog hallatszani. Nekem már lenne egy kérdésem, elnézést, hogy igazából az érdekelne, hogyha Magyarország aláírta például az EACS kartát, vagy letette a voksát a gyermekek jogairól szóló egyezmény mellé, és hogy ezeket nem mindig tartjuk be, annak van valami következménye, vagy ez csak egy ilyen aláírás, azt jó napot. Az ENSZ gyermekjogi egyezménye az egy kötelező norma, ez azt jelenti, hogy 91 óta kötelező követni a gyerekjogi egyezmény rendelkezéseit. A protokoll szerint minden ötödik évben kell számot adni a részes országoknak arról, hogy mit tettek ezen a területen. Az egyébként, ez mindig el szoktam játszani, de most ilyen nagyon korai reggelen azért veletek is megpróbálom, hogy mit gondoltok, hogy a világ országainak sorában hányan nem írták alá, tehát hányan nem írták alá az ENSZ gyerekjogi egyezményét, hány ország hiányzik? Hú, 122, nem, 2. És akkor a következő kérdés, hogy melyik az a két ország, aki nem írta alá az ENSZ gyerekjogi? Amerika, igen, az Egyesült Államok, ez az egyik. Nem, Szomália, ez a második. És egyébként van Dél-Szudán, aki billeg, de hogy ez egy vadonatúj ország, ha 6 hónapja jött létre, úgyhogy jobb dolguk is van annál, mint az ENSZ gyerekjogi egyezményt aláírni, de hogy az Egyesült Államok és Szomália, tehát hogy ez a világon egyik olyan egyezmény, amit az egyezmény, amit a legtöbb ország aláírt. De hogy vissza a protokollra, tehát hogy az a protokoll, hogy minden ötödik évben számot kell adni arról, hogy mi történt, ez 2012-ben, tehát tavaly kezdődött el ez a protokoll folyamat, ez úgy zajlik, hogy a minisztérium és a kormányzat ír egy jelentést, civil szervezetek írnak még egy jelentést. Hát ahogy ez lenni szokott, ilyenkor úgy tűnik, mintha teljesen különálló országokról szólna a két jelentés, de hogy ezt megpróbálják összefésülni, és jövő év februárjában Genfben lesz a személyes meghallgatása
a referáló, tehát a beszámoló civil szervezetek képviselőinek és a kormányzati képviselőknek, amit követően a Genfben működő gyerekjogi bizottság ajánlásokat tesz arra, hogy mit kellene változtatni, vagy mit kell elmozogni. Magyarországnak vannak kitüntetett pontjai, eddig háromszor számoltunk be arról, hogy mi történt, és amiben mind a háromszor volt. Egyébként megjegyzem, hogy az egészségügyre vonatkozó ajánlások területén eddig kettő volt, ami felmerült. Az egyik a gyerekek részvétele megkérdezése, tehát hogy a gyerekekről ugyan nem döntésképesek, mert hogy a törvényes képviselő az, aki képviseli őket azokban a döntésekben, amik egészségügyi eljárásokra vonatkoznak, de az ENSZ Gyerekjogi Bizottsága nehezményezte, hogy az esetek döntő többségében a gyerekek nincsenek valójában meghallgatva és bevonva abba a folyamatba, amíg a róluk szóló döntéseknél zajlik, tehát a gyerekek participációja, igazi informálása, tájékoztatása és az ő bevonásuk a saját ügyeikben az nem valósul meg, tehát a fejük felett döntenek, és ez például már kétszer megjelent ez a fajta visszajelzés. Kíváncsian várjuk, hogy a jövő év februárjában milyen ajánlásokat fogunk majd hazahozni Genfből. Én egy gyerekjóléti szolgálatnál dolgozom pszichológusként, és ez a gyerekbántalmazáshoz lenne egy hozzászólásom, hogy az nagyon jó, hogy nem szabad várni a gyerekeket, és ezzel persze mindannyian egyetértünk, de hogy tudunk olyan eszközöket adni nagy számban a szülőknek, amivel viszont tudják a gyerekeiket irányítani, vagy fegyelmezni, mert ez nagyon nagy probléma. Abszolút. És azt gondolom, hogy ez az Achilles sarka ennek az egész jogszabálynak, amivel küzdünk 2005 óta. Ugye az akkori előterjesztő miniszter avval tárta a parlament elé ezt a jogszabályváltoztatást. Gyakorlatilag szó szerint azt mondta, hogy nem az a cél, hogy szülőket hosszú tömött sorban börtönbe küldjünk azért, mert megverik a gyereküket, hanem az, hogy a pozitív nevelési technikákat mind többen alkalmazzák Magyarországon. Csak hát ugye egy jogszabályt meghozni az 3 forint 50 fillér, a pont a nyomda meg a papírköltség, de cserébe azt a támogató hálózatot a szülők iskolájától kezdve a megerősítő szolgáltatásokon át a csoportozásokig, például a gyerekjóléti szolgálat vagy az alapellátás szintjén megjelenő segítő hálózatokon át, mondjuk azokon a kampányokon keresztül, amik arról szólnak, hogy ne rázd meg a gyerekedet, vagy ne üsd meg a gyerekedet, egészen odáig, hogy amit például a svédek csináltak, hogy teljes üvegekre, tápszeres üvegekre, minden egyes pelenkára, amit a babára adtak, rá volt írva, hogy ne rázd meg a gyerekedet, mert annak milyen következményei lehetnek, vagy ne üsd meg a babádat, vagy hogy telefonvonalakat hoztak létre, nem a gyerekeknek, hanem a szülőknek. És jó pár évvel ezelőtt, amikor Svédországban egy kisgyerekkel beszélgettem, akkor ő elmondta, hogy ő tudja, hogy tud úgy viselkedni, hogy ez minden határon túlmegy, és rángatja le a függönyt, és húzza a macska farkát, és a szájából kilóg a hörcsög, és hogy amikor látja a mamáján, hogy már mindjárt elszakad a húr, akkor mondja neki, hogy na mama, most telefonálj, és akkor a mamája felhívja a telefont, és elmondja, hogy ez a büdös kölyök már megint mit csinál. És akkor ha valaki a vonal másik oldalán meghallgatja, és elmondja, hogy hát igen, ez nyilvánvalóan nem megengedhető, de ettől, hogy nem a kézlendül, nem a zsigeri történetek indulnak el, hanem van egy timing out, van egy kilépés az éles helyzetből, és úgy lehet visszamenni, hogy egy másfajta lélekállapotban vagy tudatállapotban lehet folytatni ezt a helyzetet. Ez nagyon sokat segít, és a svédek onnan indultak 78-ban, amikor elfogadták ezt a jogszabályt, hogy 89%-a a felnőtteknek elfogadhatónak tartotta a gyerekverést. A millennium évében csináltak egy utánkövetés és kutatást, és a 18 éven aluli gyerekek között 1% alatt volt azoknak az aránya, akik azt gondolták, hogy ha ők szülők lesznek, megengedhetőnek tartják, hogy ráütnek a gyereknek a kezére, de ehhez ez kellett, tehát egy hatalmas nagy társadalmi kampány, a segítő hálózatoknak gyakorlatilag a tömkelege, az iskolai oktatásba, például a családtervezés órákba belerakták azokat a lehetőségeket, hogy a saját élményeken keresztül, saját tapasztalatokat kidolgozva, megbeszélve, földolgozva, drámapedagógiától kezdve, hihetetlenül sokszínű eszköztárral segítsék a gyerekeket, segítsék a felnőtteket abban, hogy ez a fajta erőszak, vagy ez a fajta kommunikációs nyelv, amit az erőszak jelent, ez a gyereknevelésből, vagy a családok érdekéből a lehető legszebb.
legszélesebb körben kikerüljön. Hát ez az, amit nagyon szeretnénk látni, hát nem úgy tűnik, hogy meg fog valósulni, sajnos. Köszönöm. Nem kérdezni szeretnék, hogy inkább hozzátenni valamit ahhoz a Judit kérdésére válaszol, vagy mit lehet tenni a gyermekjogi egyezmény érvényesítésére, hogy az ICS Charta az egy civil szervezetek által aláírt, illetve megírt dokumentum, de az ENSZ gyermekjogi egyezménye bizony a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságon érvényesíthető. Tehát, hogyha valakinek konkrét jogsérelme van, akkor azzal el lehet egészen Strasbourgig menni. És azt hiszem, hogy ez nyilván egy-egy esetet kell elvinni, de borzasztóan fontos. Ebben megkaptunk egy ötletet, hogy mi legyen a következő konferencia az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete mindenféle ilyen témákban. Nagyon szívesen közreműködik. Most talán az oktatási jogszabályváltozások kapcsán több szülő lesz egy kicsit tudatosabb az eddigieknél, és könnyebb lesz bevonni őket ilyen tevékenységekbe, meglátjuk. Nincs más kérdés, akkor én is egy olyan rövid megjegyzést tennék, hogy ez a bizonyos perinatális szaktanácsadó szak az eddigi végzett évfolyamai körében szerintem lényegében egy ilyen mentorálási hálózatot tart fenn. Én magam számos megkeresést, telefont kapok, és nyilván ez így van egyébként is, több szakmát egyesítve, és gondolom, hogy számos további potenciál van akár az itt jelenlévők körében. Szerintem Judit egy hétvégén összeüti ezt, hogy hogy is működjön majd. És akkor jó, hát akkor ennek reményében kívánok nagyon jó konferenciázást mindenkinek.